A horgosi műemlék védelem alatt álló Kárász kastélyt még az 1770-es években kezdték el építeni. A Kárász családtól 1945-ben tulajdonította el az állam, most pedig úgy tűnik, hogy a család hamarosan visszakaphatja az épületet a visszaszármaztatásnak köszönhetően. Elejébe volt kaszárnya, aztán lakóépület, akkor irodaház, utána pedig iskola. És akkor volt katonai előképzés is volt benne, meg hát mindenféle, úgyhogy. A végén már az iskola, mikor átvette, akkor történtek ilyen nehéz dolgok, mert beázott, és nem lett javítva, és akkor a melléképület leomlott. Az épület jelenleg még az állam tulajdonában van, de már folyik a visszaszármaztatási folyamat a leszármazottak részére. Most, hogy lehetőség nyílt erre, hogy az elvett vagyonokat visszakérjük, visszaszármaztatják, erre várunk, mivel hogy át lett adva az ügyünk, és itt nem csak erről a házról van szó, hanem Horgos nagy része a Kárász birtokhoz tartozott, itt termőföldek voltak, erdő is volt. Az épület a jövőben a horgosi turizmust is nagyban fellendítheti. 2010-12 környékén akkor egy olyan döntés született, hogy az állagát meg kell őrizni, és hát a tetőszerkezetet, amely be volt omolva, a tetőszerkezetet építették újjá, hogy tehát az elkövetkezendő időkben legalábbis ne ázzon be, ne omoljon össze, és hogy egy ilyen állag megőrzés történjen. A visszaszármaztatási eljárás után a család szeretné támogatásokból felújítani az épületet, és kastélyszállóvá vagy ifjúsági központtá alakítani.